吃啊！Na, uram, hocsám, jaj, hello, szia Krista, mennünk kéne melózni, hallod? Miért? Hány óra? Nem tudom, reggel 9:30 és fél 9-re kellett volna beérnünk. Mi? Akkor jó? Igen, hát eléggé gyorsan kéne menni. Na jó van, nem tudom, igazából reggeli az állam van, meg minden, az egyedet, vacsorád, mindent hozok magammal. Mennyi kaját kérsz reggelire, mert mennyi húst? Hát 100, mondjuk. Jó, akkor most kapsz csak 4-et, jó? Jó, na, elég lesz, elég, most nekem sincs túl sok, majd még hagyjunk ebédre is, jó, meg minden. Ebédre? Na, hát igen. Ebédre is 100, meg reggelire, vacsorára lehet 7-50, mert az elalvás előtt van. Na jó, van, oké, mindegy, majd kapsz kaját, meg minden, csak most menjünk gyorsan melózni, mert be kell érnünk, mert ki fognak minket rúgni, vagy nem tudom. Mi kedvem? Jó, nyugodt. Vissza, én nem akarok. Dolgoznunk kell, dolgoznunk kell, ki fognak rúgni, miben fogjuk fizetni a kajádat, meg a házat, meg mindent, ha? Minek ház? Hát egy kutyád nem olyan. Oh, Istenem, és én hol fogok lakni? És a kutya házban vagy mi? Meg nem azért mondom, meg nem azért mondom, te is a házban laksz. Tehát vettem neked egy kutyaházat, az két nap múlva kb. Ki is kellett dobni, mert te nem voltál hajlandó ott aludni. Azért, mert mindig esett az eső, fáztál, meg ott nem volt hűtő a közeledben. Tehát az nem is kutyaház, az csak egy ilyen... Izé, nem az tudom, a kutyaház. Statut, igen, az a kutyaház. Az a kutyaház, nem, a kutyaház, az tudod, ilyen kvarcból épített. Mi te? Húra, macsám, meg jól van. Meg ilyen gémánt a kaladékizet. Jól van, igen, jól van. Na, jó reggelt kívánok! Bejöttünk meg minden. Jó reggelt, hello. Jöttünk dolgozni, meg ilyenek. Jöttünk melózni. Nem lehetne, hogy azt behazud a többieknek, hogy időbe beértünk, vagy valami, léci? Hazud be. Ja, léci kedves srece, óciós. De miért hazudjon be? Azért, mert hogyha rájönnek, hogy késtünk, akkor lehet, hogy kirúgnak, meg fizetéslevonás, meg ilyenek, nem lehetne megbeszélni. Jól van, na. Ah, köszi, oké, jól van. Köszi, hello! Jól van, oké, ezt megúsztuk nagyon szerencsére. Akkor menjünk bányászni. Ja, menjünk bányászni. Ez mióta kulcsos? Múltkor még nem kellett kulcsolni, a főnök az úgyis olyan bunkó. Nem tudom, hát mindegy, jó, muszáj lebeszélni, de várjál már, akkor rá fog jönni, hogy késtünk, nem? Mit csináltunk eddig? Késett a busz, lerobbant, de itt lakunk mondjuk a izé mellett, de ezt lehet nem tudja, vagy tudja? Nem tudom, szerintem nem tudja, mindegy. Jó napot! Jó reggelt! Lerobbant a lábam és nem tudtam jönni. Igen, lezuhantunk egy repülővel, ja. Igen, repülővel. Sőt, a kocsink is karambolozott. Igen, meg hát jött egy cunami. Igen, ezért késtünk, vagy mi... A hajónk is elsője. Igen, minden, kézzel jel. Minek? Mi van? Hát, világvége, ilyenek. Köszi, viszlát. Hello! Ez az én kulcsom! Hát de valahogy be kell mennünk! De én dolgozok vele! Amúgy ja, igen, valahogy be kell mennünk! Ja jó, ez a dolgozás az jó, nekem sok pénz jel! Ja igen, hello! Jól van, hallod, várjál már, itt van egy raktár, ezt nem nézzük meg, hogy itt mi van? Nem jó ez a kulcs? Nézd már meg! Ne, ez szép volt, ezt te hoztam, honnan loptad? Oké! Hoztam otthonról, ezért nem volt világítás! Jó, szerintem megvan, honnan fogjuk pótolni majd azt a kutyaházat, én ezt gyors elviszek előre. Ne, hagyjad, ne, ez lopás. Igen. Nem szabad lopni. Ráadásul szándékos. Istenem, jól van, oké, mindegy. Nem is akarok dolgozni, csak mi kivel diát, aztán lépjön ki, nem? De ennünk kell dolgozni, na, gyerünk. Nincs mese. Meg kell élnünk valamiből. Muszáj dolgozni, ilyen az élet. Melózni kell azért, hogy meg tudjunk élni, meg hogy neked a sok kajádat tudja állni, mert tudod, annyi kaját eszel, hogy egyszerűen az valami borzalmas. De ha van lehetőségünk gyémántokat szedni, csak úgy simán, akkor hát, miért? Jó, oké, na, de hát akkor rá fognak jönni, ki fognak rúgni. Hello, de hogy késtünk? Lerobbant a hajón. Igen, meg munkaszüneti nap, meg a főnökkel beszélgettünk. Ja, jó fej a főnök. Jó van. Hát igen. Na, jó van, nem igen. Nem köptök be, mert leköplek. Igen, meg lesztek jó. Verve. Ez fenyegetés, csak szólok. Ja, így van. Így van. Engedj már oda, én is akarom. Istenem, hallod? Mi van?
Oké. Ezért mondjuk úgy jövök bányászni. Oké. Jó, szerintem kezdjünk el bányászni. Egy kicsit sok gyémántot találtunk, ha ez hogyan? Nem tudom, de nekem tetszik. Ebből ugye tartékpalját veszünk meg olyan nagyon menő modern kutyaházat, ráadásul kijelzővel. Hát ezt el kell mondanom, hogy igazából bármit itt bányászunk, az úgymond a cég, ahol dolgozunk, szóval, ja. Nem. Hát, de itt dolgozunk, ez így megy, ez ő bányájuk. Hát te, mi szóljál már neki, a hülye vagy? Hát de ez, akkor ha nem szólunk nekik és rájönnek, akkor azt tudod, hogy ebből így eléggé sok időt börtönbe fogunk tölteni. Így minden. Hogy jönnének rá, be van fedve? Hát azért... Sajnálom. Istenem, már jó, de mennyire könnyen rá tudnak jönni? Most valaki jön ide bányászni, megtalálja, látják, hogy már valaki felfedezte. Istenem. Ennyi gyémántból veszünk olyan kamu dolgot, olyan művel el lehet zárni. Aztán azt hiszik, hogy itt nem tudom, valami van. Istenem, le fogunk bukni, kis. Ez... De ne szóljál már a főnöknek! Jól van, nem tudom, srácok, szerintek mit csináljunk? Melyiket kéne csinálni? Legyünk igazságosak és szóljunk a főnöknek? Ez vagy... baromság! Istenem... Nem jó tudom. Van, oké, te akartad, hogyha te szólsz a főnöknek, akkor én behazudom a nézőknek azt, hogy te éheztetsz. Na, mi van? Hogy te nem is éjeztetlek! Hát annyi kaját megeszel így is, hogy nem marad semmi! De behazudom, van rá bizonyítékod? Nincs napterétel és neked van rá bizonyítékod? Minden videóban lehet látni, hogy az összes kajámat megeszed! Az csak kamukaja, és nincs benne kalória. Valóban? Nézd akkor mennyi kamukaja van nálam? Hát igen, na látnom én mi a baj? Sokat sebezám a gyémánt sárkány. Jól van, oké, na inkább tűnjünk el innen szerintem. Nem! De... Ezt mind kibányász. Jó, értem, de attól függetlenül valahogy le kéne lépnünk. Miért? Hát először bányászok ki. Mindet? Az egy millió év lesz. Ha, de nem éri meg. Hát jó, nyilván, de lassan így is letelik amúgy a munkaidő, csak szólok. Tehát, hogy... De mi már nem is itt dolgozunk. Hát még igen, mert még itt vagyunk, és látták, hogy még nem mentünk úgymond ki meg semmi. Szóval... Hát jó van akkor. Ah, Istenem, hogy mit csináljunk? Kerüljük meg az egész bányát, vagy menjünk ki a főbejáraton, vagy mit akarsz? Várjál, majd mindjárt jövök. Mi az, hogy mindjárt jössz? De ki már, is? Sajnálom, de kilépek! Ez a gyémánt ott nálad, ez mi? Milyen gyémánt? Milyen gyémánt? Ez egy nyaklánc! Ez igen, ez egy nyaklánc volt, meg minden. Nyaklánc volt, amit a titkos bányába találtunk. Igen. Mi? Milyen titkos bánya? Titkos bánya? Nem. Szálltok már meg, hanem akkor megkapom, hogy ki is tetek. Köpjél be, én meg rám borítom az egészet, rádomlik a bánya, vigyázzál magadra. Istenem, hogy ki is, miért kell te elrontanod? Most tudják! Most tudják! Nem tudják, annyit tudnak, hogy gyémánt láncom van. Hát igen, és hogy van egy titkos bánya, és hogy mi a bányán végéből jövünk. Szerintek nem fogadnak utána kutatni, vagy nem tudom? Hát nem. Hát te eléggé van azt mondani, jó van, valahogy ki kell szöktünk így innen, na várjál, csak teljesen, vagy le kell rökünk a munkaruhát elsősorban, mert... Várjál! Mi az? Ja, én is leteszem, de hát ha már ennyire sok pénzünk van, de az a növény azt a sajnálom. Milyen növényt, vagy mit? Crafting table, hát ott az a növény. Hát crafting table. Ja, Istenem, na jó van, menjünk már! Gyere már! Hát sietni kéne! Nehogy már gyémánt szettet csinálj egyből! Hát miért? Látni fogják! Vagyunk, Dani, de látni fogják! Istenem, nem hiszem el. Nem fognak nyugni, nem tűnik fel senki. Aha, valóban, persze. Istenem. Nagyon jó lesz tényleg. Nagyon na főnök, én szerintem most így szeretnék kilépni, mert eleget dolgoztam. Igen, kilépünk! Mi ez a szép, így csillogó gyémánt szett magukon? Hát ezt most vettük! Akarom mondani, hogy simán sima bányába bányáztuk. De nem bányáztuk, nem merem szabad elhozni. Milyen titkos bányába? Nem, semmi, csak találtuk, ott volt valami izé, itt kint itt izé, valaki ezeket elhagyta. Igen, ezt akartam mondani. Elhagyta? Igen. Elhagyott egy kettő darab gyémánt szettet? Igen. Ja, tehát köszönjük szépen itt a... Sok szent gyémántot!
Honnan tudod? Ami valamiért úgy néz ki, mint a ládában, látom az Instagram képet kicsit. Én nem hiszlek el! Komolyan mondom, titokba kellett volna teljesen tartani erre Instagramra kiposztolt, hogy gyémántot loptál a chessből? Nem, én úgy fogalmaztam, hogy eltulajdonítottam az barátságosat, de azért őszinte maradtam, senki nem mondhatja, hogy hazudtam. Jól van, oké, szerintem úgy holnapra költözhetünk el, mert te lesz rendőrrel az egész házunk. Szóval srácok, köszi szépen, hogy itt voltunk velünk ebben a videóban. Sietünk, mert hát, ja, gyorsnak kell lennünk, szóval, ja, hogyha tetszett ez a videó, akkor dobtok egy lájkot, iratkoztok fel, meg minden, és találkozunk legközelebb. Én Dani voltam! Én meg is! Hashtag sziasztok! Ja, sziasztok!